Most itt van velünk Sebők Miklós, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval nyilván vannak olyan felületes szemlélők, akik amikor nézték a Kapitólium ostromát, akkor egy kicsit elcsodálkoztak rajta. Nem lehetett tudni, hogy most busójárás van az Egyesült Államok fővárosában, vagy jelmezbál. Kik ezek a nagyon furcsa, szörmés sapkás, szarvakat viselő figurák? Aztán kiderült, hogy ez a QAnon nevű mozgalom. Kik ők? Igen, ugye most csak a felületét láttuk ennek a mozgalomnak a sámánok és hobbitok képében, de ez egy több éve működő és egyébként az Egyesült Államokban évszázados hagyományra visszatekintő szélső jobboldali mozgalom. Most éppen azért QAnonnak hívják őket, mert Trump által terjesztett összeesküvés elméletekben ez a Q nevű figura egy kulcsszereplővé vált, vagy lépett elő. Arról szól az egész történet, hogy azt feltételezik sokan az amerikai szélsőjobboldalon, hogy a szövetségi kormányzat az valójában az elitek összeesküvése, és nem az amerikai nép érdekeit szolgálja a tevékenysége. De vannak olyanok, a Trump elnök környezetében működő bürokraták, döntéshozók, akik megpróbálják ezt az úgynevezett mély államot kordában tartani, és ténylegesen a nép érdekét szolgálva Trump elnök tevékenységét segíteni. Hasonlatos ez mondjuk adott esetben a Ku Klux Klánhoz? Tehát amikor szélsőjobboldali mozgalomról beszélünk, akkor mit kell tőlük várnunk, vagy sejtenünk? Várni semmit sem kell, csak mire kell számítanunk? Hát igen, ezért mondtam, hogy ez mindig új és új formákat ölt. Itt alapvetően ez a 19. századra megy vissza, ugye a polgárháborúra észak és dél között, és azóta a faji kérdés az sok szempontból megoldatlan az Egyesült Államokban, hiába volt egy polgárjogi mozgalom, és volt egy olyan törvényhozási hullám a 60-as években, ami a feketéknek például a választási jogait kiterjesztette. Most éppen Trump elnökhöz kapcsolódik ez a mozgalom, de az alapelvei azok általánosak, tehát igazából a fehérek elsőbbrendűségét hirdetik, azt hirdetik, hogy a bevándorlók azok felhívítják az amerikai lakosságot, a vallásnak az elsőségét hirdetik, még akkor is, hogyha itt éppen egy ilyen vallás előtti köntösbe öltöztek azok, akik megrohamozták a Kapitóliumot, és általában véve jobboldali elveket hirdetnek. Amerikában van egy olyan bukéja a történetnek, ami mondjuk európai szélsőjobb esetében nem figyelhető meg, hogy ott nagyon fontosnak tartják az önkormányzatot, tehát a tagállamoknak a jogait, és ezért is különösen furcsa ez a mostani helyzet, mert éppen Trump arra szólította fel a saját alelnökét, hogy a tagállamok jogait korlátozza akkor, amikor azt szerette volna elérni, és ugye ebből adódott az egész ostrom helyzet, hogy az alelnök Mike Pence erre nem volt hajlandó, hogy felülbírálja a tagállamoknak a választási eredményeit a szövetségi állam képviselőjeként. Szóval az egész egy ideológiai kacsvasz, de végsősorban arra vezethető vissza, hogy széles rétegekben van egy bizalmatlanság a szövetségi kormányzattal szemben, ami időről időre, évtizedenként mindig valamilyen formában megnyilvánul. 90-es években ez például az oklahomai szövetségi épületek elleni bombamerénylet kapcsán nyilvánult meg, és most éppen a Trump által szított hangulat vezetett oda, hogy ez egy ilyen robbanásponthoz jutott. És ők mire gondolnak? Tehát akkor, amikor elfoglalják a Kapitóliumot, és beülnek politikusok székébe, akkor mi jár a fejükben? Az jár a fejükben, hogy ezt büntetlenül meg lehet tenni, ugyanis ők a népképviselői. Tehát azt mondom, az Egyesült Államokban ez nagyon erősen benne van, hogy mindenkinek joga van fegyvert viselni, ugye. Igen. Ez egy alkotmányos joguk, bár az kérdés, hogy ez a nehéz tüzérségi fegyverekre is kiterjed, vagy kevésbé, szóval viták vannak a tartalom kapcsán, de mindenki úgy érzi, hogy joga van megvédeni saját magát, és joga van, és ez valóban egy alkotmányos jog, úgymond milíciaként működni, ami azt jelenti, hogy ha úgy érzik, hogy a szövetségi állam az a diktatúra felé sodródik, akkor fegyveres ellenállásra joguk van. És természetesen ezt úgy lehet bebizonyítani, hogy diktatúra van, hogyha a nép jogos követeléseit leverik. Ugye ilyesmiről nem volt szó, sőt éppen az történt a novemberi elnökválasztáson, hogy a nép akarat kifejeződött a szokásos alkotmányos intézményrendszerben, és Trump volt az, aki megkérdőjelezte azt, hogy a nép akaratnak ez az érvényesülése, ez tiszta volt-e vagy sem. Ugye erre találták ki a bíróságokat. A Trump által kinevezett legfelsőbb bíróság, ami az alkotmánybíróság pozícióját tölti be az Egyesült Államokban, nem akart foglalkozni ezzel az üggyel. A Trump által kiválasztott alelnök, a Trump által
támogatott és vele szorosan együttműködő felsőházi vezetés egyértelműen kiállt ellene. Szóval ezen a ponton igazából az egyetlen ember, aki a felfogatásra és a népképviseletnek a megdöntésére törekszik, az Trump és ezek a támogatói. Ezért is mondom azt, hogy itt igazából nem is biztos azt kell keresni, hogy mi a logika benne, hanem magát az ideológiát, ami alapján ők úgy érzik, hogy erre joguk van. Ennek az összeesküvés elméletnek azért van rendes támogató tábor az Egyesült Államokban? Rendkívül széles a tábora, és ez különösen az utóbbi időben erősödött fel úgy, hogy Trump ezeket felvállalta nyilvánosan, tehát állítólag mutogatta ez a Q jelet, bár ezt mindig utólag letagadta. Tehát ő, és van egy szélsőjobb, de úgynevezett alt-right-os szubkultúra, ez nagyon erősen terjeszti ezeket az üzeneteket, és itt került előtérbe a Facebook, Twitter és egyéb közösségi média szolgáltatásoknak a felelőssége, mert őket kihasználva terjesztették ezeket az álhíreket és kamu történeteket, amik most már halálos áldozatokhoz vezettek, és felmerül az, hogy ez ennek büntetőjogi következménye is kell, hogy legyen, és azoknál, akik pedig megrohamozták a Kapitóliumot, sőt, ugye most már meghalt egy rendőr is, ez most merült ki, egész biztosan lesznek ilyen büntetőjogi következményei. Szóval lehet, hogy itt egy történet olyan értelemben végéhez ér, hogy egy erőteljesebb fellépés lesz az ilyen típusú buzdítások és az ilyen típusú gyűlöletbűncselekményekkel való felszólítások kapcsán. Hát ami voltaképpen olaj lesz a tűzre, mert azért egy rendes sámán attól, hogy börtönbe zárják, ő még inkább csak sámán lesz, tehát azt hiszem, hogy hiányzik is neki az, hogy valamiképpen jobban előtérbe kerüljön. Miért hord ilyen hülye ruhát? Bocsánat. Nem tudom, ez nem tartozik a szakterületem, ez lehet, hogy divattanácsadókat lenne érdemes megkérdezni. Az én szempontomból igazából itt az a lényeges, hogy valóban lesz-e mártír belőlük, vagy nem. Egyrészt a jogállamnak működnie kell. Hogyha nem működne a jogállam, ez csak újabb biztatás jelentene azoknak, akik úgy érzik, hogy csőbombákat vihetnek be a Kapitóliumra, hogy ezt megtegyék, ugye, ami ahogy meg is történt, és Molotov koktélokat is találtak a környéken. Úgyhogy mindenképpen a jogállamnak e tekintetben működni kell. Mártír akkor lesz belőlük, hogyha azt lehet bebizonyítani, hogy valóban a népképviselet érdekében jártak el. Nagyon nehéz lesz megmagyarázni a republikánus szavazóknak, hogy aki rendőrtől, az miért éppen a jobb képvisel a népnek, mint aki védelmezi a népképviselet intézményét, a törvényhozás épületét. Szóval szerintem ezt nem lesz könnyű megépíteni. Mielőtt mindez történt volna, Trumpból még lehetett volna egy hős. Ha megnyerik a két georgiai második körös választást a szenátusban, és ezzel tudják kontrollálni a demokratákat, akkor Trumpnak egy jó esélye lett volna még visszatérni 2024-be. Most a legnagyobb esélye, bár ez sose lehet végzlegesen kijelenteni, arra van, hogy egy bukott elnökként megy be a történelem könyvekbe, aki megszerezte a kongresszus mindkét házát, megszerezte az elnöki pozíciót 4 éve, és 4 év alatt teljesen leamortizálta az amerikai demokráciát, és mindent elvesztett, és gyakorlatilag a republikánus pártnak, hanem is a nulláról, de nagyon a mélyből kell majd összeszednie magát az ő tevékenysége után. Ilyen a szabadság fellegvárában az Egyesült Államokban elképzelhető, hogy betiltják ezt a mozgalmat? Hát az már nagyon elképzelhető, hogy betiltják magát Trumpot, ahogy ez megtörtént a napokban. Tehát az, hogy a Facebookon és a Twitteren és az Instán nem tud megjelenni az üzeneteivel Trump, az egy nagyon súlyos kérdés, és a szólásszabadságnak a kérdését veti fel. Volt egy közönkutatás most, hogy hányan gondolják hősöknek azokat, akik megrohamozták a Kapitóliumot, és a republikánus szavazók majdnem fele úgy gondolja. Nyilván ezeket megfelelő távolságtartással kell kezelni, hiszen ez csak egy mérés, de látni kell, hogy van egy sok milliós tömeg, aki elhiszi azt, amit Trump mondott, és ennek politikai következményei lesznek a továbbiakra nézve is. Szóval ilyen értem az amerikai demokrácia része marad majd ez a mozgalom valamilyen formában. Kérdés az, hogy a vezetőik kik lesznek, tehát ki az, aki, hogyha nem Trump lesz, ki az, aki át tudja ezt venni. Voltak próbálkozások a napokban a szenátorok részéről, hogy meglovagolják az elégedetlenséget, de ez a fajta opportunizmus most úgy tűnik, hogy eléggé visszafelesült el, és próbálják eltávolítani magukat a támadástól, hiszen még azelőtt próbáltak fellépni a Trump-féle retorika mellett, mielőtt ez a sok esemény történt, és tényleg halálos áldozatai lettek mind a támadók, mind a védekezők részéről,
Úgyhogy azok a szenátorok, például Josh Hawley Missouriból, vagy Ted Cruz Texasból, akik az elnöki ambícióikat arra építették fel, hogy majd ők lesznek a Trump mozgalom következő arca, azoknak most vissza kell menni a tervező asztalhoz, és átgondolni, hogy ez jó húzás volt-e. Igen, itt az elmúlt pár óra fejleménye, tehát, hogy valamikor éjfélkor vagy két óra tájban visszakaptak Trump a Twitter fiókját, ahol már a gyógyulás útjáról beszél. Nem tudom, hogy ez rendes radikálisoknak egy elfogadható bejelentése. Tehát Trump gyámság alá került. Tehát a tegnapi, ugye tegnap előtt a Twitter üzenete, amikor még zajlott a maga a küzdelem a Kapitóliumon, akkor még azt mondta, hogy ezek kivételes emberek és remek patrióták. Ez volt az utolsó lökés, hogy a teljes republikánus párt ellene forduljon, a saját alelnöke ellene forduljon, a saját miniszterei egymás után kezdték meg a lemondást az elmúlt 24 órában. Gyakorlatilag kiürült a Fehérház, vagy ő tiltott ki embereket a Fehérházból, és tehát ezen a ponton gyakorlatilag Trumpnak nincsen semmilyen mozgástere, ő egy dolgot csinálhat, hogy mint egy túsz felolvassa azt, amit elé tesznek, és pontosan ez történt a tegnapi beszédében, felolvasta, amit elé tettek a republikánus párt vezetői. Minden más esetben azonnal felmentenék, ugye a 25. alkotmány kiegészítés értelmében az alelnök és a kabinet többsége bármikor felmentheti az elnököt, és 13 napra ezt meg fogják tudni tenni, amíg Biden hivatalba lép. Tehát ha Trump akár csak egy mozdulatot tesz abba az irányba, hogy tovább szítja a feszültséget, egész biztos, hogy leváltanák, és ország ez volt a megegyezés, hogy innentől kezdve felolvassa, amit elé tesznek. QAnon az jelen van Európában? QAnon más formában van. Tehát mondtam, hogy az amerikai szélső jobboldali szubkultúra nagyon sajátos az alkotmány, a történelem és a feketékkel való viszony kapcsán is. Európában más típusú összeesküvés elméletek vannak, tehát itt például az iszlámmal kapcsolatos összeesküvés elméletek Nyugat-Európában erősek, ugye most már régiókban is, és ezeket ugyanúgy egyébként szisztematikusan táplálják, központi kampánygépezetek építik meg ezeket a narratívákat, ezt egyértelműen Amerikából tanultuk, Amerikából hozták be azokat a kampánytanácsadókat, akik az ilyen típusú szélsőjobboldali gyűlölet kampányoknak a szakértői, szóval ilyen értelemben van kapcsolat, de a tartalom az más, mert azt mindig a helyi közeghez kell hozzárendelni. Izrael, de másképp kell egy kampányt csinálni külső erőkkel szemben, vagy belső kisebbségekkel szemben, mint Magyarországon, vagy az Egyesült Államokban. Értem. Nagyon szépen köszönöm Sebők Miklósnak, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársának, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra! Viszont hallásra!